Miközben hallgatom itt az előadásokat, természetesen a gondolataimban mindig vissza-vissza térek a mi otthoni váci élményeinkhez, tapasztalatunkhoz. És hát tényleg mindig ezen jár az agyam, hogy az Úristen mit vár a mi mai nemzedékünktől. És hát ugye ezen a konferencián, ugye Ferenc pápán kapcsán, Assisi Szent Ferencről, a teremtésvédelem gondolatáról annyi szó esik, és benne a falvainknak, a vidéknek, a Jóistentől kapott termőföldnek a megbecsüléséhez jutunk mindig vissza. Tehát én azt hiszem, és abban erősödök meg ezen a konferencián is, hogy az Úristen az új nemzedéktől, tehát tőletek fiataloktól éppen ezt várja, hogy újra felfedezzétek az Úristennek a bizalmát. Mint Assisi Szent Ferenc is, aki fiatalon indult el, és rájött arra, hogy az Úristen elkényeztet bennünket, amikor a teremtett világot ránk bízza. Hogy vegyük észre ezt a sok csodát a növényvilágban, az állatvilágban, egyáltalán a hegyek, folyók gyönyörű harmóniájában, hát itt a mi Váci Egyházmegyénkben ugye a régióinknak a folyói jelzik azt, hogy az Úristen ide készít mindent, és bízik bennünk, hogy az ő munkatársaiként ezt kamatoztatjuk, egymás javára, gondoskodunk egymásról, a családokról, iskolákról, egyáltalán a bajba jutott emberekről. Tehát én ezt üzenem nektek, és ezt kérem tőletek, hogy higgyetek abban, hogy az Úristen számít rátok. És bennetek fog megújulni ez a világ. Bennetek és általatok a családi gazdaságban, fiatal gazdáknak a vállalkozásában, bátorságában fog új lendületet meg reménységet kapni a mi népünk. Hát rajta, hajrá!